Nos, szervusztok, itt vagyunk akkor újra, és megpróbáljuk azt a visszatöltött állást, mert ugye az előző alkalommal belebonyolódtunk egy olyan csatába, amiben valószínűleg nem kellett volna, mert még nem elég erős a haderőnk, és az ellenfél pedig már nagyon, nagyon kis tafírungozta önmagát, úgyhogy megpróbálunk most egy ilyen fontolva haladó módszert alkalmazni, hogy mégiscsak ki fogjuk katapultozni az erős haderejét az ellenfélnek, hát ha sikerül ez, úgyhogy már folytatjuk is. Azt fogjuk csinálni, ugye emlékeztek, itt volt ez a nagy várunk, és akkor én itt ennek neki mentem, de nem kellett volna, mert aztán elkezdtek ide folyamatosan betámadni, és az nem jó, mert hogy itt még azért nincsen annyira nagyon felfejlesztett egységhalmazunk, mint kellene. De minden esetre itt beállítottam, hogy most képezzük a tartalékos állományt. Már megint kész az expedíciónk, ezt elküldjük. És mindjárt meghal a bánya, így van. És itt jó lenne elkezdeni a szenet kitermelni, ahhoz, hogy tudjuk itt az érméket gyártani. Én azt mondom, hogy innen viszont hozzanak át köveket, egyrészt itt ne tároljanak köveket, amennyire lehet, és innen is vigyék kifelé a köveket, és akkor elvileg a kövek át fognak ide kerülni a katapultozáshoz. És az egyetlen hely, ahova le tudunk tenni katapultot, az itt van, de ez nem is biztos, hogy annyira rossz, mert hogy itt ez tele van, és most már ez is. Tehát nem volt túl nagy az az időablak, amíg üres volt ez a kaszárnya. Mi jól kihasználtuk, csak aztán nem voltunk ehhez eléggé erősek. De még egy várat le tudunk tenni, ha nagyon biztos, nem tudunk letenni a hülye vár mellé várat, nem lehet letenni. Ez nem az a játék, az a Settlers 3, amiben lehet ilyet. Megérkezett a hajunk, de most már azt mondom, hogy nézzünk jobban körül, jó? Nem muszáj itt mindig egyből kikötni, menjen tovább. Hát, ha oldalba tudjuk támadni valahogy az ellenséget mégiscsak. És a sör még mindig velünk van. Víz nem kell. Szén kell. Sok szén kell. Hát, ha itt azért van némi szén. Reméljük, hogy a gép nem fontolgat támadást, de egyébként én azt hiszem, hogy itt még ezeken a pályákon úgy volt, hogy amíg nem támadjuk meg a gépet, addig ő neutrális. És ami a legnagyobb csízió a Settlers 2-ben, hogy ha katapultozol, azt nem veszi a gép támadásnak, úgyhogy ezért nagyon erős stratégia a katapultozás, ezért érdemes ezt követni. Home vagyunk. Ez valami alsó része. Lehet, hogy ugyanannak a szigetnek. Menjünk egyel följebb. Ott mi van? Apollo. Jó. A kövek áramolnak-e? Remélem, hogy nem áthozzák hajóval valahova, mert akkor agyvérzést kapok. Itt nagyon lassan, de azért épülnek a dolgok. De nagyon lassan. Na merre mennek a kövek? Szamár már van, már alakul a szamár. De ez a vízbiznisz. Well, ez lesz a jelmondatunk. Készülnek a fegyverek, és ez nagyon jó, ez jól van így. Itt is van egy mintünk,
Igazából lehet, hogy ez ide már nem kéne. Csak azt az aranyércet nem akarom elveszíteni. Csak ez a vasérc biznisz beindulhatna. Oh yes! Van itt azért szén, ha akarjuk. Itt békességben is nyugalom. A köveket. Remélem, hogy oda hozzák. Hova mennek a kövek? Itt jönnek a kövek. Jönnek a kövek. Ahogy elkezdtük, csak hát itt a Settlers 2-ben minden elég lassú. Szegény Erik, ha tudná, hogy ott mindjárt egy ilyen kolo... Mindjárt lesz egy ilyen... Lesz. Egy népirtás lesz. Az lesz. Ó, jó. Na, és érdemes-e ide be? Mi van, ha én ide be? Hát én ide be. Tudok ide be? Ez mindenképp érdekes történet lehet, hogy én ide be települök. Ez jó vicc. Jó vicc két oldalról a gépet vegzálni. Az ott épül, ezzel nincs is gond. Ott azért gyűlnek a kövek. Nem baj, reméljük, itt majd a szamár úta sejem ösvény ki fog épülni, és akkor itt gyorsabban fognak haladni az árupakolással. Hogy áll már ez itt? Még mindig csak épülnek a bányák, tehát ez a gond, hogy itt kevés a bánya, de majd amikor sok lesz a bánya, akkor ömleni fog a vas innen, reméljük. Ez fölépült, ez itt kivág, és a kivágta tudunk tovább terjeszkedni, ugye ez volt a terv. Ez meg itt. Nem baj, harcállásnak jó lesz, és itt is terjeszkedünk, és akkor föl tudjuk térképezni a hegyet. Igen, yes. Jó, ezek itt lassan földerítik a földeríteni valót. Ide lenyomjunk egy őrbordét. Elég az, amennyit itt látunk ebből. Ha a sárc végzett, akkor elkezdjük fentről lefelé kitermelni az érceket, én úgy gondolom. Most ezt ugye megszüntetem, ezt a zászlót, elmegy a geológus, az nem lenne jó. Ezek itt nagyon jól működnek, csak lehetne egy picit több a élelmük. Ide egy halászkunyhót. Látja, hol az út. De érdekesen megy ez az út. Itt van út. Oda. Avak minden itt, gyerekek. Néha egy picit ez ilyen ebben a murvás textúrában nehéz megállapítani, hogy hol is van a dolog. És itt majd a katapultozást nagyon aktívan figyelnünk kell, én nem akarom, hogy ezeket lerombolják. Azt akarom, hogy ide ömöljön a haderő, és szépen a kövekkel gyaluljuk le őket. Jó, ő itt dolgozik. Kő biznisz, aztán, hogy ebben nem úgy van, mint a Settlers 3-ban, itt át tudnak menni a határon, és tudják kitermelni a köveket. Szerencsére Settlers 2-ből végtelen van, attól nem kell félnünk, hogy azok elfogynak majd egyszer csak. Hogy áll a harcállásunk? Épül. Jó, jó, nagyon jó. Csak a katonáktól félek, hogy nem lesz elég, úgyhogy most már itt lent igazán beröffenhetne a... Ó, és lassan már röffen is! A bánya biznisz. Csákány, hogy... Aha, itt van valahol egy dolog, ami...
ami gátolja a terjeszkedésünket, de erről majd teszünk, hogy csákányból van elég? Az a kérdés, meg bányászból. Négy csákány van, úgyhogy az mindenre elég kell, hogy legyen. Meg még van négy. Négy nem bányászunk is. Itt még mindenre külön mesterség volt itt a bányász. A Settlers 3-ban csak pár ilyen alap dolog van már. Fejsze, pickaxe, csákány, meg mit tudom én. Úgyhogy csak néhány alap ilyen szerszámot kell legyártani. Nincsen minden egyes ilyen hivatásnak külön szerszáma. És csinálják a fegyvereket, és ez jó. Nagyon tervezem már a Halloween, csak attól félek, hogy lesz-e rá időm, és hogy nem tervezem-e túl, mert tök sok mindent szeretnék. Nem tudom, beszéljek-e róla, mert egyébként aztán meg, ha nem valósul meg, akkor meg csak csalódás van. Szeretnék például PlayStation 1-en Silent Hill-ezni, mert ugye most van évfordulója a Silent Hill-nek. Ó, ez ott felépült, srácok. Ott vége lesz mindennek, és azt is reméljük, hogy ott is, de ez nem biztos. Szóval Silent Hill-ezni is szeretnék. Terveztem azt, hogy a retro vonalon, mert a Silent Hill az egy picit újabb, retro vonalon esetleg Diablo 1-ezni, mert nekem az teljesen kimaradt, és tök jó lenne, tök jó dárkos hangulat. És azt lehet, hogy nem tudom, hogy itt csináljam, vagy, mert csak itt tudok a nagy szobában green screen csinálni. De a másik szobában, ha nem green screen van, akkor tudok nem ilyen fényárban, hanem csak egy pici lámpát fölkapcsolni, megvilágítja az arcom. Szól a hangulatos Diablo zene, megyünk a katakombákban is. És rettegünk, hogy mi jön szembe, mikor jön a Butcher, azért az is nagyon hangulatos lenne. Ilyet is jó lenne csinálni, meg még egy csomó ötletem van. Már hónapok óta szerettem volna elindítani a Böngészde lejátszási sorozatot, amikor chip magazinoknak a CD mellékletét, meg régi számítógép manuálikat gyakorlatilag leülünk, és olvasgatunk. Jó, hát az nem annyira gaming, meg nem annyira számítógép, de annak is tök jó hangulata van. Nemrég olvastam a Spectrumnak valami kezelési útmutatóját, és azért azok a megfogalmazások a 80-es években, amikor még csak taposták ki az informatika, a kibernetika ösvényeit itt Magyarországon, amikor a kurzort még helyőrnek hívták a manuálban, azért az nem volt semmi. Na, közben itt pedig haladnak a dolgok. Ide, követ, Johnny, követ hozzatok, amivel agyon nyomjuk az ellenfelet. A tartalékos képzés az halad. Sőt, képezzük azt a tartalékot, mert ha egyszer kelleni fog, akkor kelleni fog. És pénzt nem hoznak annyira. Hopp, a bányák. Na, kezdjük meg akkor a kitermelést. Ez itt egy jó hely, itt körbe minden van. Minél följebb, itt lesz az első szénbánya. Következő szénbánya pedig, ugye körben van, ami... Hát legyen itt, mert az ki tudja termelni ott a körzetet is. Na. Ez aztán mindenre elég kell, lehet azt a felsőt még nem kötjük be. Na, és akkor az ott már megvan, az ott majd jó lesz. Itt nem hagytunk, hogy ilyen megvan, azt jó lesz. Itt nem. Szabaduljanak fel a haszontalan emberek. És úgy látom, ideje bizony bányákat építeni. Aha! És ide, ugye hallottuk, hogy ide érdemes egy ilyet letenni. Mert hogy bizony az ellenfél már ott van a spájzban. És jön a kő. Hát ez nagyon, és ide már betalált egy kő. Úgy látom, már nem hárman vannak. Csak ezt itt nagyon menedzselni kell, nehogy ezt itt kinyírja, mert ez itt az a hely, ahol folyamatosan majd pótolják a
a katonákat, mi pedig szépen nagyon csapjuk a katonákat. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Na. És már repül is. Oda is betalál. Hát ez ragyogó, mert ide többen férnek. Ez jobb, mint gondoltam. Erre iszunk. Nem vagyok balkezes, de sört azt balkézzel is tudok tölteni. Egészségére a mi bátor katonáinknak. Jól állunk idővel is. Szóval ezt is folyamatosan menedzselni kell. Ha pedig egy katapultot leteszel és azt látod, hogy már kettő kő van legalább, akkor nem dobja el a köveket, akkor rossz helyen van, akkor nem tud betámadni. De nézzétek meg, teljes békességben élünk. A kis Erik népével nem haragusznak azért a néhány kőjére, mert az égből lepottyan és agyonnyom néhány embert. Fantasztikus, hogy ide, és hoztak pénzt, de minek hoztak pénzt? Most lett Occupied és már pénzt hoztak. Aha, ide is. Ne hozzatok ide pénzt, jó? Léci, ne. Viszont akkor ezt itt föl tudjuk térképezni, hogy itt mi van. Mert 6 vasbánya mindig több, mint 3. Nem baj. Mindig hozzák a köveket, lankadatlan, nem rossz, és azért mégiscsak eljutnak ide a szamarak, úgyhogy az, hogy letettünk oda egy kutat, mivel valami kitettem a címkéket ezzel. Azért ott az, hogy letettük azt a kutat, azért mégiscsak jobb lett itt a szamár termelés, picit megint lecsekkoljuk, időlődőre mindig le kell, hogy miből hogy állunk. Kenyér, husi, piszok jól áll, hal, nem baj. Víz még mindig nincs több lett, tehát még mindig kihasználjuk egyébként a kutak termelését, akár nyugodt szívvel le is tehetnénk egy kutat, viszont búza többlet van, meg liszt többlet is. Malac többlet nincs, viszont hússal meg piszok jól állunk. Egyetlen egy ilyen kis malac hely van. Ide mindjárt leteszek egy kutat. Mindenhova kutat fogok letenni, mert ez most már tarthatatlan. Ide a távolba is. Vizet akarok. Ő itt úgy látom végzett hivatásával. Mehet nyugdíjba. Lehet itt is volt még szén, de a szénre most nem ott van szükségünk. Ennyi geológus sose foglalkoztatott még senki szerintem. Ez itt jól áll. Jól áll, csak szén lehetne. Azok ott épülnek majd biztosan egyszer. Olyannyira lassan épülnek itt a dolgok. A kő az folyamatosan jön. Deszka miért nem jön oda folyamatosan? Ott áll, ott valami fucking nagyon megállt. Mégpedig azért, mert a kő biznisztől nem férnek el a dolgok, úgyhogy egy picit most már szüneteltessük ezt a kő rakodmányt, mert itt de borzadály történik. Ajjaj! Nagy találkozások! Na, most egy picit ezt a kő dolgot szüneteltetjük, mert itt különben nem haladnak a dolgok. Ó, 85 kő, jó lesz. Egyébként ezt akartam én elérni, hogy legalább némi kő mennyiséget, a felét mondjuk áthozzák. És akkor, hűha, az ott már csak egy van. Ja, igen, és itt nem lehet megszüntetni a katapultálásnak a... Ajjaj, na. Jó, mellé ment, nem baj. Azt lehet csinálni, hogy elvágod az utat, és akkor nem visznek oda többet, és akkor nem fognak lőni, mert hogy itt meg kell várni, hogy ide jöjjön még utánpótlás, bár ide is jön, de azért az ott egy nem rossz hely. Na, jön-e már? Nem jön az utánpótlás? Lehet, hogy már lenyomtuk a gépnek a
hadd eljön még oda. De akkor... akkor nem erre jött volna. Mindegy, hadd katapultáljanak. Minden szépen halad, de csak az építkezés nem. De reméljük, hogyha ez a dugó itt végre feloldódik, akkor most már a plankeket is fogják hozni. Ott mennek, úgyhogy most már haladni fog az építkezés. Lehet ide hobbiból leteszünk egy szénbányát. Csak azért, hogy... hogy valahonnan a kovács műhelyekbe is áramoljon a szén. Gold found! Gyerekek, nem hiszem, nagyon jó! Még egy aranylelő hely. Ez nagyon jó, mert én attól egy picit tartottam, hogy mi lesz, ha itt kifogy az arany. Mi lesz, ha nem kapnak enni a bányászok? Mi lesz, ha megeszi őket a jeges medve a felhőből? Szóval, hogy akkor mi lesz? És ide persze nem jutott el a kaja sem, mert itt piszok nagy dugó volt. Úgyhogy ha már itt van ez a hely, ez az út, innen ide egy alternatív strádát létesítsünk, és akkor talán megbízhatóbban megy majd a transportálás. Igen, mert itt, hát itt is fölhalmozódott a dolog. Meg hát a szamarakat, hogyha egy picit végre etetnénk azzal a rengeteg kukoricával, ami itt van, akkor az nekünk jobb lenne. Remélem, most hát irgalmatlan vasakat hoznak. Ez a lényeg, gyerekek. Irgalmatlan vasakat hoznak. Ránézünk ide, hogy itt mi van. Itt jó van. Jó van itt. Mert hogy... hát, hogy ezek mit tesznek, azt nem tudom. Lehet, hogy fotoszintetizálnak. Minden esetre mi itten mostan terjeszkedni fogunk, hogy ilyen valami búza valamit legalább tudjak csinálni nekik. Van itt egy csomó halász, de mégiscsak. És ezt a bizniszt viszont itt pihentetjük egy picit. Itt jó tudni, hogy arany van. Ha onnan kifogyott, vagy kezdjük meg most a kitermelést. Eláll. Hát eláll. Eláll végül is. Kezdjük meg. Minden jó lesz. Ezek még mindig csak itt épülnek. Valami kaja csak-csak eljut ide, ott visznek néhány halat. Ez még mindig nem épült föl. Mi van ezzel? A dugó miatt nem jutott el ide még mindig az építőanyag? Ez itt áll. Hova megy az út? Itt jön az út. Baszki, az ott nincs összekötve. Ne már! Na ezt mondtam én. Bám! Hogy egyszer nem lehet látni, hogy itt mi van. Arra nem ment semmi. No, please, no. De legalább itt most már újra van haderő, úgyhogy meg lehet őket katapultálgatni egy kicsit. Waterfall. Az biztos. Az biztos, hogy ott ellentét lesz közöttünk, elftárs. Csak még nem tudom, hogy lesz ellentét, mert katapultot nem tudok ide lenyomni. Pedig az lenne ám a jó. Oda bekata... kata? Ott a piros játékos. Hát itt van még egy ellenfelünk ezen a pályán. Ojjaj. Ajjaj. Akkor ezt itt ezennel átminősítem egy megfigyelő obszervatóriummá, mert hogy itt nem fogunk támadni, az krucifix. De volt itt is egy landolási pozíció, de hogy itt én két géppel rúgjam össze egyszerre a port, az nagyon rossz dolog lenne. És
reméljük, hogy itt akkor most már beindulnak a dolgok. Bement a bányász, ő bányászik. Jöjjenek a kenyerek, szalámik, kenőmájasok. Van itt minden. Szóval ide tűnik a herc szalámi meg a többi. Oda ne vigyél olyat, ne vigyél olyat, mert oda ne vigyél olyat. Mert arra nagyobb szükség van másutt. És már jön is a katona. Nem történnek annyira lassan a dolgok, mint a kétszer annyira lassan történnének. És azt beszéltük, hogy itt lehet elkezdhetnénk ezt a dolgot kitermelni. Annyira jó békés ez a zene egyébként. Ha egyszer befejezzük ezt a sorozatot, ami lehet ezzel a pályával véget ér, majd megszavazzátok, ez lesz az zárózene, ez már biztos. Mert ez nagyon kedves, békés zene. Legyen mit enniük, halon mindenki el tud élni. A szén, mindig a szén, de reméljük, hogy ez itt most helyreáll, viszont most már a kaja lesz a kevés, úgyhogy végre azon is tudunk majd fejleszteni egy picit, bár egyelőre még piszkosul jól állunk. Víz, mindig a víz, pedig már hány kutunk van. Ez a jó a Settlersben egyébként, ez az örök menedzsment, én ezt élvezem, csak azt nem szeretem, amikor nincsen erre idő, mert a gép letol idő előtt a pályáról. Jaj, de nagyon jól állunk, ez jó, ez is jó, és remélem, hogy mindenhol jó, ha a legjobb a végvárakban. Azért még néhány pénzet hozhatnának, itt szín is kezd lenni, ez így über jó lesz. Van, amikor az érzés, hogy már nem tud elveszíteni a pályát, nem mondom, hogy most ez van, de azért erre már tudok kortyolni egyet. És aki akarom pörgetni ezt a sorozatot, lehet ideelleni elkezdeni picit hosszabb részeket csinálni, mert tudom, hogy úgysem nézitek meg, tudjátok mennyi a nézési átlag egy ilyen epizódnak. 10 perc. Vagy 5. Általában 5-10. És akkor egy fél órásban az már azt jelenti, hogy a kétharmadát nem nézitek meg. Most csináljak 45 perces epizódokat, amikor 10 percet néztek meg belőle. Szígyeljétek magatokat! Mármint, persze természetesen, kivétel az, aki megnézi. De aki nem nézi meg, csak bele, inkább nézze meg egy esti sör mellett, mert ott repül a kő, páff, és ég az egész mező. Ezzel az a veszélyes, amikor ez történik egyébként, hogy aztán lehet, hogy majd errébb fog építeni a gép egyet, itt kiterjesztődik itt a határ, és eltűnik a katapultunk, és aztán már akkor vége lesz a kődobálós játéknak. Mindenesetre, ha jól láttam, az a katapult el tud dobni ideig, de erre most már nagyon kell figyelnünk, hogy az ott nehogy megsemmisüljön. Ezt itt jó lett volna ezt is így szupervájzolni, hogy ajaj, nehogy baj legyen. Mert ha két helyen tudják dobálni az embereket, az még grátis. Na, töltik már, az megy. Ez az. Mert ilyenkor mindig meghal egy ember, mindig meghal egy kis csofat Settler szerencsére, és reméljük, hogy egy ilyen jó nagy ilyen viking sapkás, palástos Settler hal meg ilyenkor. Amikor azt látod, hogy ide már csak ilyen nyomoroncok mennek be, akkor tudod, hogy na, akkor most már lassan nyugodtan támadhatunk.
vagy hogyha már csak 100 zászló lobog itt, és nincsen utánpótlás. Na most vagyunk az epizódnál, de én ezt most már pörgetném ki, úgyhogy most még ráhúzunk egy picit, jó? Egy 10-15 percet, hogy legyenek hosszabb epizódjaink. Ez itt biztosan készül majd már, a palák megvannak. Addig, amíg a söröm tart, még csinálok Settlers epizódot. Aztán már vége. Sőt, lehet elvárjuk ezt itt most. És akkor még egy epizódot megcsináljuk, és lehet meg kimegy egy dupla epizód. Vagy valami ilyesmi. Mert ez itt most így egy ilyen jó nyugvó pont, hogy minden zajlik, és aztán lassan most már majd a csata fog következni. Úgyhogy szerintem legyen ez, most itt ezt elvágjuk, és a következő epizódban pedig én remélem, hogy már a végkifejlet felé fogunk gyalogolni, ahol aranyban dúskálunk, hatalmas felfejlesztett haderünk van, a gépnek már elfogyott minden normális katonája, és végre egyszer oda csaphatunk, úgyhogy legközelebb folytatjuk, addig is menjetek el, retrozzatok sokat, novemberben Arcadia van, november 1-2-3, úgyhogy remélem, hogy ez az epizód előtt kimegy, arra mindenképp gyertek el, én is ott leszek, lehet még valami közös megmozdulás is lesz, úgyhogy retrozzatok sokat, és találkozunk a következő részben, szervusztok!